Srácok, szerintetek ez milyen hal? Milyen fajta? Kárász. És milyen kárász? Dévér kárász. Ez kérlek szépen ezüst kárász. Éppen a saját fogású halak fajtáit veszik végig a gyerekek a Sió Völgye Horgász Egyesület horgásztáborában Sióalgárd mellett, a Sió és a Sárvíz összefolyásánál. A fiatalok szüreik révén egyesületi tagok, így nem ismeretlen számukra ez a sport. Most itt a táborban nem nagyon fogtam halat, sőt, alig. Tehát szinte semmit nem fogtam, csak pár snecit. Amúgy meg fogtam nagy pontyokat, és mikor megfogtam az első 5 kilós pontyomat, akkor volt bennem az az érzés, hogy én horgászni akarok. A Sióalgárdi Horgász Egyesület taglétszáma évről évre növekszik, ez pedig, mint mondja az elnök, nagyban köszönhető annak, hogy több évközbeni programot szerveznek a tagoknak, ahol a gyerekekre is gondolnak. Nekik is számos horgászversenyt, gyereknapot és tábort rendeznek, ahol jelenleg is vagyunk. Ez a harmadik egyesületi horgásztábor. A gyerekeknek egyre nagyobb az érdeklődése a horgászat iránt. Mikor én átvettem az egyesületet 3,5 éve, 11 gyerekünk volt, most van 42. Ebből most 18-an vannak itt, 9 kisfiú, 9 kislány. Az önkormányzat egy pályázatnak köszönhetően 300 000 forinttal támogatta az egyesületet az idei tábor életre hívásában. Látszik, hogy a gyerekek örülnek, nekik a szülők nyugodtak, mert jó helyen vannak, és egy olyan élménnyel fognak szerintem hétvégén hazamenni a kis lurkok, hogy örökre szerintem meg fogják ezt emlegetni. És a másikat, amit tudnák nekik mondani, hogy örüljenek, mert egy gyönyörű környezetben vannak. Tehát látjuk, és nagyon sokat tett az egyesület azért az, hogy ez létrejöhessen, ez egy hét a kis horgászoknak. És egy olyan rendet raktak itt a folyóparton, hogy meg kell irigyelnem a munkájukat, és tényleg meg kell dicsérni őket, mert hát Sióalgárdnak a jó hírét bármilyen úton, módon hadd vigyék, mert nem csak sióalgárdiak vannak, hanem ugye szomszéd településekről is vannak gyerekek. A fogott halakból, ami érdemes rá, egyik este vacsorát készítenek, de lesz még éjszakai horgászat is a héten. Az egyesület jövőre is megszervezi a horgásztábort.